Három, kettő, egy, mehet. Mondjad már, hogy bohong! Na hát akkor mi van ma? Ha már 8 óra, 8 óra, 6 óra, akkor kellemes, kellemes korai esti órákat kívánok a kedves nézőknek. Hát megkésőbb állva megjöttünk egy kis halánkságot, úgyis most már a Sim Racing Cup-en is egy kicsikét most már szünetel, meg kicsit már befejeződtek a szezonok, így hát azért nem maradjunk teljesen offline-ként. Így hát meghoztunk egy Catalunya, egy spanyol pályát a HSF egyen részéről. Nézzük a rajt sorrendet. Hogy állunk? Most a Nándorunk az első helyen. Kellően szép kezdés ismételtem, most már egy jó befejezés kellene várni a pilótától. Mindig olyan szerencsétlen szegény, mert valahogy nem jön neki össze sose az a, az a jó befejezés. De a kezdés mindig jó, csak befejezni nehéz. Aztán jön Bagi Norbert, majd Orbán Péter, Pécsvári László negyedikként, Tóth Miklós, Sági Dávid, és tagadtunk. Tartomás nehéz, és hívnak telefonon elnézést. Visszatértem, tehát Tartomás 7., Elekes Csaba 8, Benkő László 9, Sára Dániel 10, Szatmári Szabor 11, Mészáros Attila 12, Orbé Roland 13. 13 első zárajthoz. Közben én meg itt trüsszögök meg mindent. Na. Rajta. Lassacskán felállnak a srácok. Jó napot is a piros lámpát, nézzük a rajtot. Nándor, Bagi, Orbán. Orbán jól elkapta a rajtot, hogy az első rajt, és a többiek belakadtak. Sági Dávid kapta a mocskosú jó a rajtot a 5. helyen, Orbán miért, mert Tóth Miklós támadja hátul a külsőjével, Orbán a belső, a Tándornak is berakja Bagi külsőjével, Péter mehet fel az elsőket, ugyanúgy, ahogy Tóth Miklós és Orbán Péter is, viszont Tóth Miklós meg tudta előzni Orbán Pétert, Nándorral viszont nem bírt Bagi Norbert, Péter mehet fel a második kanyarik, de ott aztán Nándornak jó volt a kigyorsítás, a Tartomás került előrébb az 5. helyre, Dávid bukja már 7. pozícióra a helyet, és Elekes jött neki belsőjével, de Dávid azt még le tudja védeni. Tartomás támadja Pécsvári az 5. helyen, és fel is jön az 5. helyre Pécsvári. Tartomás visszabukik egyet, ott háttérbe Elekes támadja Sági Dávidot, és sikeresen meg is előzi, így fél a 7. helyre. Az előtérbe egyelőre változott, a Tartomás sodrozott le egy kicsit, ki kellett menni a bukótérbe, de veszélyesen jött vissza a 8. helyen. Hát majdnem elkaszálta Dávidot. Ha nézzük az előtérbe, mert ott Bagi és Nándor is lassacskált, Bagi majd be fogja támadni Nándort a célja, és biztos vagyok vele, hogy Nándor egy kicsit elrontott ezt a kanyar kombinációt, és Bagi egyből rá fog érkezni. Ugye szélárnyék az van Dögivel, itt elég jól működik a szélárnyék. Ki is csapta szélárnyékból, Nándor még talán vissza fog bújni féktávba, de Baginak mocskosan jó a fék. Féktávja, így Nándor nem tud, egyszerre fékeztek amúgy. Tehát jó fék tartottak mindketten. Pécsvári a 4. helyen, Tóth Miklóssal. Télányékból érkezik, csapja is belső hívre, oda teszi kicsit az elején, de Tóth Miklós még le tudta zárni. Bagi előzte meg viszont Nándort. Ugye meg is előzött tenyesbe, így van. Rövid távú memória rip. Háttérben pedig Dávidot Elekes előzi a 6.-7. helyen.
Elekes ki a célányébú, belsőben berakta és meg is van neki. Dávidnak viszont jobb volt a kigyorsítása. Külsőjével ott tartja Dávid, mondjuk a dagadt kocsit nehéz íven tartani, de ott még volt talán magának egy pici helyet. Itt viszont be fogja rakni belső évre, úgy van. Ott a féktáv, hát kicsit elfékez, Elekes alá fog bújni, és érkezik tartomás. Két pozíciót buk így most hirtelen Dávid. Orbán Péter az hol felében? Ő ott van negyedik helyen. Nem látom egy pillanatig. Hát nézzük a másik ilyen Nándor, nem tudom, hogy innen azért hat-e a szélárnyék. Hát valamicske hat, de inkább egyik ilyen Orbán Péter fog hamarabb betámadni. Tóth Miklós külső íven, féktáv jó, Tóth Miklós ott tartja azért. Marad még egyelőre mögötte, de viszont jön egy kisebb egyenes most, ami még támadható. Illetve a Pécsvár is ott van, illetve még a 6-7-8, ami még együtt van, a hátsó az egy kicsit szép szélet, tartomás és Elekes, aki csatázik, vagyban a 7. és 6. helyen. Tartomás rakta be Elekes mellé, mondjuk az elég szerencsétlen helyen volt szegénykémnek. Nem tudok vele mit kezdeni, de azért jelezte, hogy ott van a közelségét, mégis azért dramatikusan jelezte. Appa az előttében Orbán előzi Tóth Miklóst a 3. helyen. Miklós visszapújva, aláfordulva visszaelőzi Orbánt, és ott van mögött a Pécsvár is közel. Az első kettő kicsit elment, viszont ott is nagy csaták vannak az első két helyen. Nándor ott már nézgeti nagyon a pozíciókat. Orbánnak jó lesz a kigyorsítás a negyedik helyen. Valószínűleg Miklós be fogja támadni, de először nézzük Nándort. Ő fog hamarabb támadni a célegyenes miatt, kicsapja a szélárnyékból. A második helyen féktávra kell hagyatkozni, rövidebb féktávot vesz, és gyönyörűen elég a féktáv. Nézzük Orbánék, Orbán is megelőzte Tóth Miklóst, és nem tud Tóth Miklós visszajönni. Dupla előzés az egyenesbe. Így van, Dávid az nem tudott előzni. Na Bagi. A második helyen vissza kell valahogy jönnie majd. Ha nem, akkor célegyenesig várhat. Eppá Pécsvár, jobb Tóth Miklós kigyorsításra megcsúszott, egy picit gyönyörűen megfogta az 5. helyen, viszont Pécsvári elment mellette. Talán már kezd majd alakulni a 7. 6. hely is majd idővel. Tóth Miklós most nagyon kapkodik az 5. helyen, egy pár kanyart elfékez, mert próbálja betámadni Pécsvárt, meg Orbánt, de most itt csak jobban leszakadt. Most a második helyen Bagi, hogy fordul a célnyeresre, kicsit messze van Nándortól, hogy nem hiszem be fogja tudni támadni. Ebola. Annyira volt elég, hogy ráérkezzem, viszont Pécsvári a 4. helyen Orbán támadja, felfémelt a két autó, Pécsvári a belső ív, gyönyörűen kifékez, Orbán nem fog tudni visszajönni, és megvan neki így a 3. hely. Ha csak itt még ebbe a kis egyenesbe. Jó, a kigyógy... nem fért már oda. A Dávid jött fel a 7. helyre, Melekes az visszaesett a 8. helyre. Na Pécsvári Orbán, ők csatáznak most leginkább, Pécsvári visszaelőzte Orbán. De nem, még a cél... Kavarom bejönne. Pedig még nem többé sok ugyan. Ops, Tóth Miklós is megérkezett, visszahozta azt a pici hátrányt, amit szerzett. Csak viccsen vagyunk, Attila. Csak viccsen vagyunk? Jó. Akkor most, ha valamit szeretnétek csetelni, én akkor most már látni fogom. Ma a Twitch az nem jegyzi meg a csetet. Szóval... Most már... Hoppá, közben Tóth Miklós belső íven, Orbán középen, szendvicsben, Pécsvári Tóth Miklós sikerült megelőzni, Pécsvári az bukja a pozíciókat így egyelőre. De most már, amit lát... Írtok Twitch-en, azt most már látok. Mint ahogy
Orbán is írta, hogy csak Twitch-en, most már innen most már nyomon követlek titeket. Tehát üzenem a Miklósnak, hogy azért vagyunk itten csak Miklósnak, Petinek, bazd meg, Petinek üzenem, hogy azért vagyunk itten, mert új gépe van, úgyhogy most már itt is tud nézni. Na, puszítatom. Nagyközben Tóth, Miklós, negyedik hely, Pécsvár, jött Orbán, harmadik hely, és általában pedig érkezik Tartamás majd. Éppen össze fognak állni a srácok. Miklós egy apa, egy kicsit lesodolik Miklós. Na most Pécsvári, jó gyorsítással. Az ötödik helyen. Úgyhogy Miklós is kapja a szirányikat Orbántól, szóval nehezebb dolga a Pécsvárinak, de érkezik azért keménybe. Orbán egy kicsit meglógott. Pécsvári fog inkább Tóth Miklósra érkezni keményen. Vagy ha Miklós utoléri Orbánt, akkor mindketten lelassulnak, és akkor Pécsvári betámad. Harmadiknak. Ha jól tudom, lágy, médium és kemény keveréket lehetett használni futamkor. Hogy ők milyen keveréken vannak fogalmam sem, de majd a kör alapján úgyis kiderül. Na nézzük Tóthot. Kirakta szélányékba, onnan már nem akar gyorsulni, mert annyira a Honda, de megvan neki. Ott még Orbánt is fenyegeti Pécsvári külső íven, de az már elég merész lett volna. Mitós a szavarabb is fog jönni a boxba majd. Na most Pécsvári támadja Orbánt. Télányékból, mondjuk Orbán a jobb pozíció, a Pécsvári gyönyörűen ott tartja külső íve, jobb a kigyorsítás, és Orbán megcsúszik, gyönyörűen körbeautózta. Appa kigyorsítása egy kicsit megcsúszik, Pécsvári, és ennyi is volt. Elég szép volt. Tartamás érkezik lassacskán. Lassacskán ott lesz Tartamásunk is, lassan Pécsvári, az ötödik helyen. És Orbán pedig ér utófele Tóth Miklóst a negyedik helyen. Most a lágyabb keverékeken van Tóth Miklós, akkor azok már lassacskával kezdenek kopni. És lassul majd visszafele.
Na, belső ívon Orbán szélelnék volt, féktávja egy nagyon jó, és megvan neki. Miklós mondjuk még külső ívre vette a kanyart, így jobb lesz talán a kanyar tempója, de innen már nem fog visszajönni. Mondjuk, hogy szépen belsőben tartja az autót, még becsúszik a gyorsításnál. Hát még rajta van a célányék, ujjaj, de ne, aj. Hát itt azért merész berakni, ennél a kanyarnál. Télegyenesben talán kezdhet valamit még Miklós. Na jó volt a kigyorsítása, kicsit hamar vette ki szélárnyékból, de egyből visszarakja. Orbán megint a belső ív. Oj, Miklós, hogy kicsit elfékezte, de elé zár. Kicsit agresszívan. Hoppa, Pécsvári! Kicsit neki ment Tóth Miklósnak, de nem lett belőle kicsúszás. Tehát Orbán vissza tudta szerezni ott az elfékezés miatt a helyet. Aj, megint meg, jó, megint megcsúszik kigyorsítás, de Miklós. És Pécsvári érkezik, kicsit agresszívan betette belső ívet, még ott a ív használatnál is volt egy kis összeakadás, de felfelé mellett van a Pécsvári a belső ív. Mondjuk Tóth az keményen ráhúzza, meg kanyarodni kéne, Pécsvári meg sodródik kifele, tehát kellemes kombó, és megérkezik Tartamás. Na, Pécsvári középen, Tóth Miklós belül, Tartamás kívülről. Tartamás, besikerül? Nem. Pécsvári vissza erőszakolja magát. Viszont Tóth Miklósnak sikerült vissza kapni a helyet. Most Tóth Miklósnak kéne belehúznia. A frissebb keverékek miatt valami kis előnyt szeretnél, hogy Orbán visszahozni. Összeakadásokkal, meg minden a nagyon elassult Tóth. De a Tartamás, 6. helyen. Nem volt elég a tempó. Itt a Dávid is érkezne már rájuk egy kicsikét. Neked van egy kis súly problémájának a Williamsnek, de hát idővel csak odaérő is. Ó, oh, valami piszkáljon az orrom, és így ágatja. Ki a fasz? Hopp, Tóth Miklós megint becsúszott gyorsítás egy picikét. Nagyon résre kell lenni a csávónak, mert nagyon fogja kell az autót. Na, Pécsvári szélárnyék volt. Jó tempó. Vissza még vissza akar menni Tóth Miklós egy kis szélárnyékra, de arra picre vál szinte felesleges. Na Pécsvárinak most kéne valamit alkotnia, majd mocskos fellógott Orbán. A tiszta autózása neki jó. Még Tóth Miklós az, aki sokat bukik. Pécsvári meg Orbán akkor elvileg egy ilyen keményebb keveréken van. Őkosak kéne is belehúzni, ma elmegyük már azok a egyen lányok keverék. Abba, jaj, csak meg, hogy de szépen megfogta. Mondani akartam, hogy mondom azokban a lányok keverékekben, mert nincs, nem lehet annyira izmos.
Elekes érkezett a Tóth Miklósnak. Közben a hetedik helyen. Hát ebből már boss lesz lassan. Nagyon csúszik az autó. Elekes szélárnyékból. Könnyelműen, mondjuk még Tóth visszajön egy kis szélárnyékra. De nem tud vele mit kezdeni. Elekes folyan a hatodik helyre. Mondjuk még talán... Ajjújjú! Miklós, jó szép rövid féktávot vett, de kívülről sem, nem tudott vele mit kezdeni. De még itt is betámad kívülről, alá tudna fordulni egy jó kigyorsítással. Na, ha rajta tud maradni, az jó. Itt azért merész. Merész, de berakja. Hoppá. Hát még most az így félig feladta, vagy nem tudom, mert... Hogy lesodrult egy kicsit az oké, de váltással se törődött. Mint ahogy félgázzal meg tóla. Na, tartabás boxba. Negyedik helyen. Ja. Minden jó volt, mikor most van, hogy csúszott az autó már. Fájás. Amúgy berakhatod magad nekem mindig. Nem mindig, hogy kiveszélhetjük őket. Na, Borbé a 11. helyen, Mészároson rajta. Szabolcs is ott van, közel. A néző Szatmári belsőjében gyönyörű, könnyelműen elmegy, elrontott a Borbé azt a kanyart, Mészároson is rajta van. Szó szerint. Szó szerint. Közösülnek szinte. Itt jó a szélárnyék Szabolcsnak, belsőivel ki fogja fékezni. Így van, megvan neki. Na, közben akkor Elekes az harmadik helyen. Nándor is volt a boxban, Erik eljött vissza. Na nézzük, Elekes. Hát mondjuk friss gumi, szóval ja. Elekes nem tud sokat csinálni, és jön Bagi is. Ezt már hoppá, Elekes megtolja Bagi! Na mondjuk itt Elekes húzta rá Bagira. Szóval ez nem Bagi hibája volt. Hát van közöttük az egy 1,5 másodperc. Mészáros is boxba volt, most jön kifele. 13. helyen. Orbán most jelenleg az első. Egy kiállásról lesz szerintem. Pécsvári. Nándor. Pécsvár és Orbán ugyanaz a keveréken vannak, szóval az valami hasonló képe jönnek majd ki. Hát Bagi. Bagi a második helyen talán majd ezt tudtok, vagy negyedik helyen elnézést. Ezt tud majd nekünk valamit hozni. Thank you.
volt. Hogy... Elnéztem magam. Na Pécsvár, jobb, majdnem falat fogtunk a boxba menetelni a második helyen. A Pécsvári most jött ki. Nem tudom, Orbánéból még mennyi van. Ő 8. helyen jött vissza. Valaki meg nem tud közeledni Nándorhoz. Lattar Tamás. A 6. helyen. Sára Dániel. Ellen küzd majd. Szerintem gyorsan végig fog menni rajta. Tényegyensből szerintem be fogja próbálni. Jobb volt a kigyorsítása és már érkezik rá. Nem is kell szélárnyék, viszont lehet, hogy Dániel így vissza tud jönni, vagy szélárnyék nélkül jön vissza. Hát, vissza tud próbálkozni féktávon, de nem. Tamás sokkal ide féktávot tud venni, így megvan neki a 4. hely. Dávid az elengedte, nem, Dani az elengedte Dávidot. Lassan fél távnál vagyok, de jó utam a kötvenkör, ja? Lassan fél távnál vagyunk. Én matek 3-as, fél távnál vagyunk, 50 kör. 19 körnél vagy? Majdnem két vagyok. Jó. És kettesem lett a matek, nem 3-as, jó? Ja, bocsánat. Erős kettes volt. Pár pont hiány, nem jött 3-as csak. Nem számít, az számít, hogy tetszett a csomag a tanárőnek. Ja. Másképp még a 1-essel adta volna meg. Ja. Hú, de genyó vagyok. Na jó, térjünk vissza a Forma 1-hez. Orbán és Asaskának kéne jönnie. Lehet nagyon éredelmes a kéne mozda. Amíg legjobb az 5. körnél volna, hogy a féltávnál. A Nándor kezd utol érni Orbánt a 2. helyen. És van sok közöttük. Na most jön be Orbán. 30 kört kell bírnia majd. Egy kiállással van? Az első. A 6. helyre jön vissza. Sára Dániel buzba jött a 7. helyen.
Na, ott áll Szabó Cselekes. 9. és 8. hely. Szabolcs a belső ív, Elekes támad külső ívről, Szabolcsnak jó a féktávja, kicsi kontaktus volt, de nem vészes. Elekes még mindig ott tartja magát, jó lesz majd még az egyenesbe. Hopp, ott egy kicsit megtölje hátul a Szabolcsot. Szabolcs védi a belső ívet, alá fog fordulni Elekes, így van. Megvan neki mondjuk. Úgy van, Elézár, Szatvári. Nem tud visszajönni, mondjuk ott egy kicsit rázok körre, nagyon rátett Elekes, lelassult, és Szabolcs most visszaszerzi. Most Elekes, mert jobban vette a kanyarívet, cserégetik a pozíciót keménybe. Csapott, ott volt valami kicsúszás, nem? Mindenesetre Elekesség lett a 8. hely. Közben megtudtuk a taktikát, azt mondja Peti, hogy egy hosszú közepes és két gyors lágy volt a taktika. Jaj, láttam. Kérdés az, hogy kíváncsi vagyok, Pécsvári milyen taxon van. Hosszú közepest azt ő is megcsinálta. De fix, hogy ő is most lágyot rakott fel szerintem. Ja, látom, majd megkömegünk ki a boxból éppen. Közben a cseten áldás csata folyik, hogy az én kiállásom volt a jobb, nem, mert tiéd. Mindig van mire fogni Orbánom a veszteséget, de... Mindig azt kell megtanulnod, el kell fogadnod azt, amit elértél, és nem azt hajtani, ami nem sikerült. Na jó, hát ez geci szar volt, de jó. Hát ez nagyon ilyen választási ígéretek című monológ volt. nem politizálunk. Az Orbán név az családnév, nem választási ígéret. Bocs, de nem lehetett kihagyni. De téged most hallanak akkor? Most igen, most hallanak. Jó van. Milyen veszteséget 2-3? Na Miklósom, 6. helyen, nem 8, nem látom, mi ez 8. Elmondhatom én, Petikém, hol rontottad el amúgy, miért volt, minek volt annak a következménye, hogy te végig csatáztad azt a 15 első kört, miért történt az. Segíthetek neked, de hát legközelebb már pénzt kérek érte. A link alján a számlaszámunk. Lehet donételni, minden pici pénzt elfogadunk. Nem is sok aprót. Játékok megvásárlásra, illetve a kommentátor fejlesztésére fogjuk fordítani. Igen, már nem mikrofont kell, hanem processzort kell cserélni a kommentátorban. Levegében. Ban. Hát már rám férne valami tisztítás, geci, mert mindig be van dugulva az op.
Na, és újra itt vagyunk. Úgy néz ki, hogy a Twitch kisebb anyagi gondokkal bajlódik, konkrétan nem fizették ki a villanyszámát, vagy az internet számát, vagy nem tudom. Na, hát ilyen se volt még. Na, ilyen se működik. Szóval akkor bármelyik platforma elkezdünk live-olni, az mind összeomlik, csődbe megy, elromlik. Hát látod. Csodálkoznak, hogy miért késünk ennyit az adásokkal. Hát igen. A chatre még nem tudtam rá csatlakozni. Nem tudom, milyen a kép. Jó. Nincs ki a baj. Én nem tudom, milyen telefont kéne használjak azért, hogy a hogy hívják, az menjen, a Twitch is menjen rendesen. Hát, szar telefon is. Lehet már, hát most egy videót nézem momentán, hát minden telefon bírja. Hát igen, csak nem a Full HD-t. Legalábbis az én drága kis kínai telefonom az nem bírja. Csúrika. Hát meg tudom, 45 000-é, 50 000-é, rengeteg olyan telefon van, amit bírja. Na, hát akkor nézzük át még egyszer, hogy ki hol van. Első helyről kezdjük, jó? Nem tudok rácsatlakozni, hogy chatra beszorok. Na, Nándorunk első, Orbán második, Pécsvári harmadik, Bagi 4, Tar 5. Dávid meg elekes közel van egymáshoz amúgy. Elekes lehet, mint Nyepe is támadja Dávidot. Télárnyékot kapja a Dávidnak, a Dagi optója nem gyorsul. Na, a féktávra kell ügyelni. Aj, de szépen megállt Dávidnak az autója. Mehetünk tovább akkor. Sára Dániel, Tóth Miklós, Takmári Szabolcsor, Benkő László, Mégy Száros, és van egy kieső Bolber Oland. Na most nem mindaz, most elhúzott elekes, tudom. Ők vannak még mindig a legfelebb. Miért nem tud csekkre csatlakozni? Felbasz. Hát mert azt még nem javították ki. Az kevés. Minden legalább kép van. Majdnem megvenn Mészárosnak. Badi, amikor közte lefele. Ja, semmi, csak a közés volt. Mindegy, hogy ma, hogy írnak adok nekem, akkor szerintem Facebookba írjatok. Mert kölyök nem tudok rá esetlekozni erre a szóra.
Hát eléggé szétszórt a banda. Ja, most szétszórtok nagyon. Hát majd jönnek mindjárt a második kiállás. Majd a lágyasoknak. Majd egy olyan... 4-5 kör múlva szerintem maximum. Bagi közeledik Pécsvárira. Lassan, de biztosan. Neki mikőben talán már tudna szélányék közelbe menni. Hoppá, Pécsvári box. Mondtam, hogy jönnek ki a lágyasok. Nem soká. Tényleg addig, ameddig el nem kezdődik az izgalom, addig egy kis véleménycsere. Mit szólsz Kiminek a döntéséhez, hogy a Sauberhez megy vissza? Hát... Köszönjük szépen a véleményedet, viszontlátásra. Meglepődtem. Hát, attól, tehát ezért azért nem mentem volna, mert én tehát tudván, hogy középmezőnybe fogok kúlogni nagy részt. Ferrari-val azért csak volt élmezőnyös autó rajta, mivel ott volt a top 3-ban, szóval erre nem igen lesz. Jó, ott kezdte, meg hogy élmény, meg szeretne, ő akarta gondolom, tehát az ő döntése volt. Meg szereti is a Sauber, gondolom, hogy csak ott kezdte, aztán régi szép időket felrendíti minden, de hát csak azt lássuk, hogy ott a top 10-ben izéjel van a szóban. Hát nem tudom. Tehát ez megint nem olyan döntés volt részéről, amivel a bajnoki cím után koslatna. Hanem ez ilyen kis lájtos döntés, hogy hát jó van akkor. Sauber, jó feeling és minden, de hát az esélytelen, hogy bajnoki címmel küzdjön. Hát jó. Szerintem az lett a pakliban, hogy a Ferrari ugye mert Ferrari kis csapata idézőjelbe, átdelegálta oda, tehát magyarán mondva pilóta csere volt, és közben hát, Pécs... Azért kéznél tartja még ki, mint a Ferrari, ilyen szinten. Így van. Pécsvári hát, mindjárt előz. Pécsvári meg Dávidot előz az ötödik helyen. És ki is fékezi gyönyörűen. Tehát kéznél ezt tartva Kimi, ez igaz, de azért ez Kimi is, hát még lehet visszajön a Ferrari, azt tudja. Hát igen, sose lehet tudni, hogy milyen teljesítményt nyújt Leclerc azért, szóval... Jó, hogy egy, mit tudom, a Sauberrel meg villant, meg stb., de... Én félek attól, hogy mondjuk ezek után, hogy kitették ki mit, ezek után már annyira nem vagyok Ferrari Drucker, na most akkor meg leszünk közvezve. Hála Istennek, itt nem lehet diszlájkolni. Viszont hát elég furcsa döntés, hogy tényleg egy fiatalt vetnek be, tehát merész. Na, merész igen, húzás. Az meg a másik, hogy top csapatba behoztak egy ilyen fiatalt. Kíváncsi leszek rá. Főleg akkor ezek majd kíváncsi rá, amikor odajut egy olyan szituáció, hogy Vettel lecsatázik. Na ott fognak elszállni majd a gyógyszerek. Mert fix, hogy bizonyítani akar a srác, és fix, hogy az meg harcias lesz, és mivel tapasztalatlan még, fix, hogy olyan szitiból bele fog menni, amiben normál pilóta, vagyis tapasztalt a pilóta nem menne bele. És vagy ütközés lesz belőle, vagy fenyítés, tehát... Nem tudom, szerintem rá fog húzni Vettelnek a rolójára még egy kicsikét, szóval lehet keresztbe tesz egyszer kétszer neki. De hát, ki tudja, majd meglátjuk, hogy mennyit bírott a top csapatban a srác. Így van, hát közben Pécsvári már megint itten próbálgat előzgetni. Viszont a lényeg, hogy Leclerc, ha mondjuk a jövőre nekiáll és megpróbálja gyepálni Vettelt, akkor ugye Vettel fog csúnyán nézni rá. Ha meg nem áll neki és beáll Vettel mögé, mint hátvéd, akkor meg a teljes... karrierjét bukja el, mert ugye egész mostanig viszonylag jó ment,
és akkor most beáll másodhegedűsnek. Tehát szerintem, nem tudom, mi lesz belőle, de Pécsvári megcsúszott. Hát biztos valamilyen szinten... Na, tehát mondhatjuk azt, hogy egyenlőség ez minden, de úgyse lesz. Tehát valamilyen szinten szerintem most is Fettet fogják majd pusolni, nyomni. Majd elválik, kíváncsi. Az első futamon már sok mindenki fog derülni majd. Az új ottal kapcsolatban. Mi, hogy merre, hogy hány nézten. Yeah. Viszont számomra olyan furcsa ez a Ferrari, mert ugye, ha azt számoljuk, hogy jó, most sokan megköveznének. Tehát ha azt számoljuk, hogy a Ferrari-nál a legutolsó világbajnok az Kimi Räikkönen, és ez már a második eset, hogy Kimit egy pilóta miatt, egy kedvenc pilóta miatt elküldik, akkor elég genyóság a Ferrari részéről. Ugye, mert hát azért... Nem? De. Hát akkor meg... Hát most, hogy hogy küldik el, meg mennyi? Mennyire akar Kimi is egyáltalán maradni? Azt nem tudjuk, de... Hát az tény, hogy a Ferrari azt próbál mindennel, mondjuk eddig Vettel volt a fő, azt nyomták keményen. Most is végül fogják szerintem. Igen, de Vettel folyamatosan hibázik, folyamatosan olyan döntéseket hoz, ami miatt tavaly is, és ebben az évben is elbukja a bajnokságot, világbajnokságot, az egyénit. Mondjuk reméljük, hogy ebben az évben nem, de nagy eséllyel el fogja bukni. Hát szerintem sem lesz Vettel bajnok, nem mondjuk egy Hamilton szurkoló, de szerintem sem lesz. Mert valahogy a Mercedes megoldja majd úgy is. Behúzza szerintem Hamilton ezt a bajnoki címet is. Igen, és akkor itten elgondolkozik az ember, hogy miért is kellett Vettelt párt fogolni? Hogy a saját hülyeségem miatt bukja el a világbajnokit. Sőt, ha úgy vesszük Vettel hibájából, a Ferrari a konstruktőrüt is elveszítette. Vagy nagy eséllyel elveszíti. Be Amerikai tartalmás boxba, most már négy. Hát én úgy ezt a szezont már nem nagyon követem, de mondom, a fiatalra kíváncsi leszek amúgy jövőre, hogy milyen változás fog behozni itt a dolgokba. Közben Bagi meg Sági itten oda-vissza előzgetik egymást. Aha. Ami most Bagi szerintem meg fog lépni. És a csetről még mindig nem tudtam csak lekezni. De mintha már a Twitch is fejlőd. Megint megállt? Már nem tudom, nem hiszem. Apaa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 
Na. Tudik is a cseten is itt vagyok. Yeah. A gyerekek most már lehet írni. Most már látom is. Már ha fel tudtak jönni csetre. Ja. Ezzel belépünk az utolsó 10 körre. Akkor élő közvetítésben nincs is, nagyon úgymond a télen. Tessé? Akkor élő közvetítésben nincs is, már nagyon úgymond. Hát most nagy szünet van, úgyhogy igen. A DTM, az ESL, az még nem kezdődött el, mert Levinek most dolga akadt.
Assetto ugye most lett vége. Esetleg szombaton lesz, kezdődik el a BSR-rel. Abbart 500-al mennek. Hát azt ugye sajnos nem közvetítjük élőben, mert pont szülinapi buli lesz itten, szülinapi zsúr. Úgyhogy talán esetleg vasárnap felvételről, úgyhogy nagyjából ennyi, szóval... Jó, már... Pénteken délután, ha ráérek, akkor beadhatok még egy HSF-egyet. Már ha megkapjuk a hozzávalót. Ami volt a kövi? Belgium? Asszem. Asszem a pályát azt megkap... Spa. Spa. Azt megkaptam, az pálya az megvan, ja. Utána nézek a riffének is majd. Mindegy, hát holnap beadhatunk egy másik HSF-egyet. És szombat az nekem teljesen akkor szint úgy. Carbon Technóból én leszek. Te is inni fogsz. Ebből kifolyólag a vasárnapom is, mert reggel még afterezek. Tehát akkor lefordítom, szombaton iszunk, vasárnap meg másnaposok leszünk. Hát még szerintem délben is bulizok, még már afterezünk reggel. Aztán ez vége a szónapot, meg pihennem, hétfő meg oktatás, szóval... Micsoda? Hétfőket megint nem jó. Aztán szerda, csütörtök, pénteken meg Pesten vagyok. Ahol szintén oktatásom. Aztán meg valamikor dolgozni is kéne. Hát annyit oktatnak, már olyan okos leszel. Cinkés az egész. Szerintem megint egy... Én egy hétig biztos eltűnök most. Holnap még leadjuk a HSF-egyet, még egy részt, ha úgy van, ha ráérek, de szerintem rá fogunk délután folyamán. Aztán... annyi. Aztán Ricsi megy tanulni. Nem volt, de szerintem nem maradtuk videó nélkül. Igaz, nem nagy szám, de... Itt hátul valami történik. Orbán Peti valakit le fog körözni. Tabós van előtte. Így van. Tehát videók nélkül nem maradtuk. Maximum Krisztivel fogunk... votozni. Lőjük majd a parasztokat. Gádám filmot kéne rávegyem valahogy, hogy nekiálljon lőtt kozvátítani. És akkor... Ez a 7. helyet, Dávid. 7. 7. 4, 5, 6, 7. Mit akartál mondani? Hát, hogy Ádám filmot rá kéne vegyem, hogy közvetítse arról. Mármint amit játszik. Csak ott teli van agresszióval az a játék. Na milyen divízióban van? Gold vagy mi van? Na jótól kérdezted. Ne. Gold 2. Na mondjuk nem vészes. Na Dávidom. Hey, csak az a Williams helyet is kell találni, ugye? Na most aláfordulva jóra tűnik. Külső éven Dávid elek és belső éven. Aláfordul Dávid jobb gyorsítása, meg lesz neki. Úgy van. Kerekes meg jön vissza. Belső éven meg is van neki. Mondjuk Dávid meg vissza fog tudni támadni. Külső éven. Elekez zárja a helyet neki. Nem tud vele mit csinálni. Egyszerűen meg kell várnia. Jobb volt a gyorsítása Dávidnak, ki csak a szélányékból egyből. Szélányék nélkül annyira nem gyorsul, de ott tartva még jó lehet.
Nem, Dávid inkább visszaveszi. Óvatosságra nyomul. Melekes védi a belsőjével, szorosan veszi a kagyart. Nem tud alá bújni. Itt egy kicsit az elát tudod, de Elekes a jó pozíció még mindig. És szűke zárja Elekes a helyet, nagyon jól csinálja. Megint válni kell a cél egyenes a Dávidnak. Jobb volt a gyorsítás a Dávidnak megint. Délányéból kicsapja a belsővé Dávidé. Most jobb egy kicsit a helyzet. Elekes rövidebb féktávot tud venni és elé tud vágni. Kifékezte Elekes úgymond. Na most Dávid viszont érkezik ismétette. Itt már Dávidnél a jobb pozíció. Hűségben ott a gyerekes, akkor nem nagyon. Itt még visszabújik Elekes, Dávid alá akar fordulni, ami jót is csinálja. És megvan neki. Megvan neki, mondjuk ki tudja meddig. Elekes azért még ott van. Még kicsit már lemaradva, de... Na nézzük. Hát kicsit nagyon-nagyon berakta a rázókőre, Elekes így a kigyorsítása romlott. Most Dávid meg tud lógni. Érkezik azért rá egy kicsit a szélányok olyan távol is ott, de középső szektorokban itt meg tud lógni a Dávidnak. Három kör van még hátralandó, most kezdtem el a kört. Burbi Roland mellett még Benkő László is kiesett. Jött-e feladta utamot. Bajak. Így Mészáros Attila, drusza, lett az utolsó. Hogy kell mondani? Utolsó talpon álló vagy, nem? Az a kocsma? Hopp, ott valaki elfüstölt, vagy valami lett. Ez egy Honda. Tóth Miklós, ugye? Elfüstölt? Füstöt generált, mondjuk úgy. Most lehet, hogy nagyon elfékezte, vagy megpördült, vagy valami. Milyen meglássuk az idejéből? Nem. Pedig mintha őt láttam volna füstölögni. A Pénzfári Bagi nincs egy ilyen messze egymástól, de mondjuk Baginak nagyon bele kéne húzni, és nincs akkor a tempó különbség, hogy behozzak. Szóval szerintem az már lopos.
pedig Bagi gyorsabb Pécsvárinál, legalábbis az utolsó mérések szerint. Hú, ez olyan tudálékos volt. Na, elszóltuk magunkat. Egyre jobban közeledik rá. Vérszemet kapott itt az utolsó két körre. Lehet, hogy a csapat megfenyegette, ha nem fogja megelőzni Pécsvárit, akkor ezentúl csak Minecraft-tal játszhat. Ja. És na, itt az eredménye. Irányékot kapja. Volt egy kis kontaktus a C1-es vezető kanyarnál. Belső íven, Pécsvári féktávján, Bagi jobban fékez és megvan neki. Pécsvári nem is tud visszajönni. Utolsó körbe. Így van, úgyhogy Bagi meg úszta Minecraftot. Menjünk akkor előre, ugye? Hova? Még messze van. Hát mikor van egy fél kör. Még Pécsvári Bagi, pillanatban nyomatja. Na, ott egy kis kontaktus. Pécsvári tudja, hogy utolsó. Fele kell húzni. Na nézzük közben Andót akkor, mert a jó tovább ez az utolsó kör. Így van. És hiszem, hogy nem tudom, nyerte a futamot. Nem, még van egy körünk. Jó, gondoltam, hogy van egy. Akkor vissza gyorsan ide. Beszarok Adándor nyeri a futamot, végre összerak egy értelmes futamot. Hát ideje. Ideje volt, ja. Na a Pécsvári még azért ott van, mert Dávid is rajta ne lekesen amúgy. Azodik, hetedik helyen. Na nézzük Dávid az 7. helyen. Irányomból kirakja. Ismételt szituáció, mint a két körrel ezelőtt. Végtávja rövidebb Dávidnak. Sikerül megállni azon a kocsival, és megvan neki. Azután, ez már tényleg az utolsó körbe. A Pécsvári az ronthatott, mert nagyon lemaradt Bagitól. Ez nagyon spórolós. Elekes. Talán még Dávidot be tudja fogni. Péterre történt valami, nincs de ideje. Landon pedig megnyeri a spanyol nagydíjat. Orbán szorosan megette, Bagi harmadik, Pécsvári 4, Tar 5, Sági, Dávid és Elekes pedig még hát így majd Elekes kirakta így már Dávidé a 6. hely. Dávid jön majd a 6. helyen, Elekes szorosan a 7. helyen majd. Sára Dániel 8, Sára Dániel, bocs. Tóth Miklós 9, Szatmája Szabos 10, Mészáros Attila 11. Többiek pedig kiesők. Hát, ahhoz képest nem volt kézes futam, hogy volt egy-két komoly csata. Na, hát akkor velünk legközelebb, ha minden jól megy, akkor holnap este találkozhattok. Addig egyetek sok gumimocit. Hát srácok, köszönjük, hogy minket néztetek, elbúcsúzunk, és legközelebb meg hónap, ha jók vagyunk.
majd látjuk, de valószínűleg lesz akkor egy kövi házsefegyeladás. Köszönjük, hogy minket néztek, sziasztok!